2. Több mint 1 millió előfizető, csokor, nevetséges szarfilmek, sorozat, B, zső kategória elvesztése a szemét kategóriában. Sokan úgy gondolják, hogy amikor egy komoly globális válsághoz közeledik, nem teljesen haszontalan feliratkozni ezekre a hulladékrot hirdetési blokkokra. De futjunk gyorsan, ami komoly hányingert és gyomorfájdalmat tett. A Teddy a boldogtalan és boldogtalan balfék kézikönyv példája. Házasságának kivételével az élet minden frontján, és folyamatosan esik az ember, hogy megvédje egyetlen sikerét, hogy a mese évfordulóját a mese-mese ízlésével szemben, a válvilág fellendülésével. De amikor kettőt villoghatott, mint egy véletlen egybeesés játék, az undorodott venezuelai járőr egy csoportjának kemény fiúk azt gondolják, hogy ő a rettegett, ragyogó és őrült kínzó, a torontói ember. Ez a 19. századi költészet szakmai fülébe is kerül, és amikor a nagy találkozó, a Rocky des Divider rájön, hogy karrierje a mai napig a legbonyolultabb teszt előtt áll amellett, hogy taktikai okokból kényszerítik az infantilis amatőr támogatására, az FBI nyomában is követi, és a lágyítás és a kényelem miatt vádolt közvetítő szintén jelentős vérára a kátrány fején. De miközben elkezdtem nézni a filmet, láttam, hogy Patrick Hughes nem akart itt semmit. Érték vagy szórakozás létrehozásához, bármi megtételéhez pénzt keresni. A rossz szerencse alatt született produkció az, hogy a legénység tagjai soha, egyetlen nyomorult és egy pillanatra sem hittek az érték megteremtésében. Ergo, megfelelő inspirációval, munkájukat végezték. Látva a rossz fiúkat és a szemüket, lehetetlen megszabadulni az érzéstől, hogy a filmben egy piszkos és ravasz WC-t tisztítottak idős nagynénje lelkesedésével. A vicces jelenetek ismét unalom, szar és trutti modellek. Kevin Hart ismét bebizonyítja, hogy a színész nagy nulla. Ennek megfelelően nem számíthat a PG-13 korhatár és a kínzás csapdájára. Annak ellenére, hogy a hongkongi iskola mesterei évtizedekkel korábban kimutatták, hogy izgalmas konfrontációt lehet végezni medencei szám nélkül, nincs nyoma azoknak a kicsiknek, akiket a rutin fűszerezésére hívnak fel. Vagyis a kettő közül az egyik.